Szent István keresztény hagyatéka a Szent Korona vármegyei címmel nyílt vándorkiállítás a Baranya megyei önkormányzat dísztermében. A Kárpátaljai Szövetség által kezdeményezett 3 éves projekt eredményeként született kiállítás a trianoni sorstragédia emlékezés egyében született, és Kovács Anton festőművész által alkotott képeken keresztül mutatja be a történelmi Magyarország vármegye székhelyeit. A trianoni országvesztésre csak emlékezni, de emlékeztetni is kell. És 2016-17 folyamán mi is szövetségen belül elgondolkoztunk azon, hogy hozzá kell járulnunk ehhez a centenáriumi évhez, hogy hogyan tudnánk ezt a dolgot valamilyen szinten emlékezetessé, ám mégsem teljesen fájdalmas úton bemutatni. És felmerült az, hogy hogyan tudnánk ezt továbbvinni, és akkor gondolkoztunk azon, hogyan lehetne bemutatni Trianont, mi is Trianon. Egy ilyen érdekes képzettársítás alakult ki bennünk, hogy az egész helyzet egy gyönyörű üvegképhez hasonlítható, amit egy kalapáccsal széttörnek, és hogy egy ilyen eltört üveget nagyon nehéz összeéleszteni, nem lehet összeegyszerűen gyakorlatilag. És akkor előjött az a gondolat, hogy akkor próbáljuk meg összeszedni. Hogyan tudjuk ezt összeszedni? Akkor menjünk végig az egykori Magyarország vármegyén, készítsünk ezekről a festményeket, és ezeket együtt összeszedve láttassuk az ország határokon belül és kívül is. Partnerre találtunk ebben Kovács Anton kárpátaljai festőművészre, aki az Ungvári Művészeti Akadémia rajztanszékének a vezetője, docens, érdemes művész. Ő vállalta a kihívást, és 2 év alatt mind a 64 vármegye székhely plusz Fiumét 65-ként bejárta. Ezek nem fényképről készült festmények, ezeket ott helyben, a skiccek alapján tudott készített skicceket, és ezeket utána ő helyben befejezte. És 2020 márciusára a kiállítás készen állt arra, hogy útnak indítsuk, azonban a körülmények ezt nem tették lehetővé, csak júliusban tudtuk elindítani Esztergomból, Pécs a 3. És bízunk benne, hogy nem itt fog megállni a folyamat, és tovább tudunk haladni. A festményeknek az egyik vezérvonala, hogyha megnyitó után végigmennek és körülnéznek a festmények között, akkor láthatják, hogy gyakorlatilag minden vármegye központnak a főterén ott áll a templom. Innen jött a név, hogy Szent István keresztény hagyatéka a Magyar Szent Korona vármegyei, hiszen gyakorlatilag minden központi helyen ott áll egy templom. És ez a templom, ez egy olyan szimbólum, amely össze tud kötni embereket, függetlenül attól, hogy a határnak melyik oldalán laknak, vagy hogy éppen az adott országnak a többség vagy a kisebbségi nemzetéhez tartoznak. Hiszen ez egy olyan örökség, amin közösen osztozunk és közösen ápolunk. Így úgy gondoltuk, hogy egy ilyen kiállítás keretén belül talán arra kéne hangsúlyt helyeznünk, hogy mi az, ami összeköt, és nem az, ami elválaszt minket egymástól. A megnyitón részt vette a Baranya megyei önkormányzat elnöke is. 100 esztendővel ezelőtt a trianoni tragédia halálra ítélte Magyarországot. Sokan azt várták, hogy ez a nemzet ez kihal, ez a nemzet ez elpusztul. 100 év távlatából ma már mondhatjuk azt, visszatekintve a mögöttünk hagyott egy évszázadra, hogy ez nem történt meg, hiszen bár gazdasági javainkat, a kiállításon is látható vármegyeinket, gyönyörű területeinket, bányáinkat, városainkat elvehették tőlünk, de a hitünket, az életerőnket megtörni nem tudták soha. Ennek volt köszönhető, hogy túléltük nem csak Trianont, de az elmúlt 100 év megpróbáltatásait, világháborúkat, forradalom és szabadságharcot, kommunista-szocialista évtizedek elnyomatásait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én azt gondolom, hogy 100. évfordulón emlékezni és emlékeztetni kötelességünk. Azonban amellett, hogy gyász van a szívünkben, hiszen magyar az, akinek fáj Trianon, és igen, nekünk fáj az, hogy családok szakítottak szét, hiányoznak azok a gyönyörű tájak, amelyek egykor a történelmi Magyarország sajátjai voltak, de én azt gondolom, hogy a mi nemzedékünk és az utánunk következő nemzedékeknek a feladata mégiscsak az, hogy a nemzeti tragédiánkból egy új értéket, egy nagyobb értéket formáljunk.
A mi generációnk és az utánunk következő fiatal generáció feladata az kell, hogy legyen, hogy Magyarországnak, ennek a nemzetnek új történelmet írjunk a következő egy évszázadban. Ehhez kellenek a visszaemlékezések, kellenek a történelmi tanulságok, kell annak a tapasztalatnak a tudata, hogy a szomszéd országokkal és nemzetekkel csak egyetértésben, békében, közös célok mentén megfogalmazva a közös jövőképet tudjuk sikeressé tenni ezt az országot, a Kárpát-medence szívét. A magyar gyökerekkel rendelkező neves kárpátaljai ruszin festőművész több éven és több ezer kilométeren át tartó művészeti, kulturális és történelmi utazásából született alkotások a valamikor történelmi Nagy-Magyarország 64 vármegye székhelyét mutatják be.